Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Hogy elvesztette fényét az arany, elváltozott a szép színarany, szétszórva hevernek a szentély kövei minden utca sarkon. Sion drága fiait, melyek színarannyal értek fel, miként tekintették cserépkorsónak, fazekas kezeművének. A csecsemő nyelve ínyéhez tapadt a szomjúságtól, a gyermekek kenyeret kértek, de nincs, aki szegne nekik. Ezeket a szavakat olvashatjuk a Siralmak könyvének negyedik részében. Mutatja ez a helyzet, hogy milyen is volt Jeruzsálem a pusztulás idején. Amíg Jeruzsálemben a templom romokban áll, amíg az emberek szenvednek, addig az elhurcoltak is ugyanezt a szenvedést élik át Babilon folyóinál. A híres 137. Zsoltárból megtudjuk, megismerjük, hogy milyen a sorsuk. A száműzöttek éneke, amely arról szól, hogy akik foglyul ejtették őket, követelték tőlük, hogy énekeljenek egy dalt Sionról, a Szent Hegyről és Jeruzsálemről, a Szent Városról. Zengjetek nekünk egy dalt Sionról, követelik a fogvatartók. De hogyan énekelhetnénk az Úr dalát idegen földön? Jeruzsálem, ha elfeledkezem rólad, száradjon le jobbom. Ezt mondja a 137. Zsoltár, szinte rímelve az otthon maradottaknak a panaszára. Tudjuk azt, hogy a zsidóság később is a hagyományaiban a Siralmak énekét újra és újra elmondta, többek között időszámításunk után 70-ben, amikor egy nagy lázadást követően több hónapos, sőt több éves nélkülözés, szenvedések után Jeruzsálemet elfoglalták a rómaiak, és Titus császár azzal dicsekedett a diadal ívén, hogy Jeruzsálemet elfoglalta, a templomot leromboltatta, sőt még a helyét is fölszántatta. Igazából Titusnak ez a dicsekvése nem volt igaz, mégis óriási veszteség érte a zsidóságot. És ideállíthatjuk ma párhuzamba Jézusnak a szavait, aki halála elítéltetése előtt mondta, roncsátok le Isten templomát, és én harmadnapra felépítem azt. Kezdődik Jeremiás próféta síralma. Föltevé az Úr magában, rom legyen Sion fala. Már kezét nyújtás lehullván a fal bástya. Ért. Kapuja rom zára nincsen, pogányok közt van feje. Nincs királys törvény az Úrtól, papja látást nem nyere. Jód, szótlan s hamuval behintve, ültek Sion vénei. És szőrzsákban főlehajtva Jeruzsálem szűzei. Káp,
nyílt szemem, s fölindult belsőm íromlás felett. Médőn az utcán elhalni szemlélém késdedett. Jeruzsálem, Jeruzsálem, térj meg a te urathoz, Istenedhez. Régtől fogva, kik velem volának, jó barátim engem elhagyának, tanítványim tőlem távozának. Álnok zsidók reám rohanának, bűnös Júdás ellenem indula, csalár csókkal én hozzám járóla, kit szerettem, engem elárula, és azonnal tőlem elfordula. Lámen! Hol van a kenyér, hol a bor, a szülőket kérdezik. Médőn az utcán ölükben lelküket kilelik. Mem, Jeruzsálem szűz leánya, kihez hasonlítsalak? Ínséget tenger, hol enyhed, és mint vigasztaljalak. Nun, prófétáid ámítottak, s nem födék fölvétkedett, hogy megtért csak álnokságot, száműzést láttak neked. Számek, tapsolján csúfolt, üvöltött, ki melletted elmene. Mondva ez a ma szép város, az egész föld öröme. Jeruzsálem, Jeruzsálem, térj meg a te urathoz, Istenedhez. Végóráján urunk halálának, csuda dolgok földön láttatának, mert falai templom kárpítjának, megrepedvén ketté hasadának. A kősziklák nyílnak hasadással, föld megindul félelmes zúgással. Népbe tellik nagy álmélkodással, nagyon retteg azon mozdulással. Alep, én vagyok a férfiú, kin van haragja, veszélye.
Engem űz az Úr sötétbe, s nappal is rajtam keze. Bet elfonnyasztott, összezúzott, s kínokból emelt falat. Én köröltem és sötétbe helyze, mint a holtakat. Gímel, és körülvívén súlyosbá tette nagy bilincsemet. Ha kiáltok is, kizárja kínos esdeklésemet. Jeruzsálem, Jeruzsálem, tér meg a te urathoz, Istenedhez. Jó szőlőmnek én választottalak, és mint szőlővesszőt plántáltalak, gyermekemnek téged fogadtalak, ellenségtől megoltalmaztalak. Ím én népem parlak szőlőm lettél, gyümölcs helyett vadfákat termettél, azzal engem megkeserítettél, gyalázatos Úr halálra vittél. Áldott az Úr Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta népét. Erős szabadított, támasztott nékünk, szolgájának Dávidnak házában. Ahogy mondta a szent proféták szájával, ősidőktől fogva, megmentett minket ellenségeinktől, és gyűlölőink kezétől. Hogy irgalmazzon atyáinknak, és megemlékezzék szent szövetségéről, az esküről, melyet atyáinknak, Ábrahámnak esküdött, hogy majd megadja nékünk, az ellenség kezéből kiszabadulva, félelmet nem ismerve szolgáljunk neki, szentségben és igazságban élve, színe előtt életünk minden napján. Téged pedig, fiú, a magasságos profitájának fognak hívni, mert az Úr előtt jársz majd, hogy előkész és útját, és népét az üdvösségre tanítsd, ami a bűnök bocsánatában van. Istenünk könyörülő irgalmában meglátogatott minket a magasságból, hogy világosságot adjon az embereknek, akik a sötétség és a halál árnyékában ülnek, lábukat pedig a béke útjára irányítsa. Krisztus engedelmes lett értünk, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Könyörögjünk, kérünk, Urunk,
Tekints a te családodra, akiért a mi Urunk Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, és vállalta a kereszt gyötrelmeit. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!